Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen a Maja naptár. Egyúttal egy égi kapu nyílik a plejádok felé. A mai nap tehát június 25-e a negyedik hullámban található. Ezek a hullámok rezgéseket jelentenek. A mai nap a negyedik nap ebben a negyedik hullámban. A négyes számnak is van egy jelentése, mégpedig utal az anyagi dolgokra, de arra is, hogy valamit formázzunk, rendbe tegyünk, ez adja nekünk a biztonság érzetét. A mai napon Akbál herst, Akbál lefordítva annyit jelent, hogy éjszaka, vagy álom, vagy álomkép. Sokaknál előfordulhat, hogy valamit álmodnak, és ez az álomkép, ez egy égi hír, mert az álomképek tudatnak valamit számunkra, figyeljünk oda rá. Persze, az is lehet, hogy álmodozunk valamiről, vagy valakiről, és az jó lenne, ha megvalósulna. Ez a mai nap, ez az Akbál energia azt mutatja nekünk, hogy higgyünk az álmainkba. Ennek van egy gyógyító ereje is. A mai napon nyílik újra egy égi kapu a plejádok felé. A központi nap a plejádoknál Alkyoné. Lefordítva azt jelenti egy királynő, aki győz a gonoszságok felett. Ez a kapcsolat a plejádokhoz, amit így érzünk ezeken a napokon, ez egy ilyen finom energiamező, és van egy gyógyító hatása. Nem csak a gyógyító hatást érezzük, hanem ez az energiamező segít, hogy mi feltankoljunk ezzel az energiával. És ez volt a bepillantás a Maja naptárba. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!